gratulálok a hazai csapatnak. Hát küzdelmes mérkőzés volt, felkészültünk, tehát úgy gondolom, hogy minden sanszunk megvolt arra, hogy jobb eredményt érjünk el, pontokat tudjunk elvinni, de hát sajnos a NB1B-ből feljutó gyerekbetegségeinket egyelőre még nem tudjuk kinőni, tehát nem tudom, hogy mennyi, de szerintem 15 zicser, meg nem tudom, 10-15 technikai hibával játszunk, és hát idegenben azt azért nem lehet túlélni. Úgyhogy sajnálom, mert úgy éreztem, hogy több van ebben a mérkőzésben, de hát ez van. Nyilván itt egy-két embernek, vagy többnek is el kell gondolkozni, hogy meddig lehet ezt így csinálni, mert azért itt mindenkit megtanítani, kézilabdázni, arra majd nem nagyon lesz idő, mert szerdán megint meccs, vasárnap megint meccs, úgyhogy itt azért nem lesz olyan lehetőség, hogy itt most hónapokat edzünk. Aki fel tudja venni a ritmust, az jó, aki nem, hát az gond. Úgyhogy gratulálok, sok sikert további jönnek. Köszönöm. Megkérnék Schmidesztert, értékelj a mérkőzést. Én is gratulálni szeretnék a Kisvárdának. Amit Dani előttem is elmondott, hogy az a legbosszantóbb, hogy azokból kaptuk a legtöbb gólt, amiből felkészültünk alapvetően, tehát erre készültünk egész héten, edzéseken, videókon. És mégis úgy gondolom, hogy a második fél időben azért ebből bőven kaptunk gólokat. Viszont a támadásokban pedig oda kellene figyelnünk tényleg a befejezésekre, mert úgy gondolom, hogy a helyzeteink most is megvoltak, tehát kijöttek az ígyszerek, de azokat értékesíteni kell, tehát anélkül nehéz. Illetve a második fél időben én úgy gondolom, hogy a védekezésünk sem volt olyan feszes és annyira jó, mint az első fél időben, úgyhogy szerintem ez döntött el végül is a meccset. Köszönöm. Megkérdem a hazai csapatvezetőjét, hogy Bakó Botondot, értékelőt találkozunk. Köszöntök mindenkit, köszönöm a gratulációt, én is szeretnék gratulálni a Budaörsnek, mert szerintem jól játszottak, és nagyon megnehezítették a dolgunkat, amivel tisztában voltunk, és egész héten azt súlykoltuk, hogy maximális koncentráció és fegyelem kell, mert egy nehéz mérkőzés vár ránk, játékban, taktikailag, minden téren. Ezt is kaptuk viszont a pályán, azt gondolom, hogy nagyon érződött a csapaton az a nyomás, az a görcsösség, ami ezt a mérkőzést jellemezte, hiszen ugye a Siska Pálmát nélkülöznünk kellett ma azért a védelem tengelyéből és támadásból is. A Tamara nagyon-nagyon komoly mentális állapotban, nehézségekkel lépett pályára, hiszen a gyereke kórházban van, és gyakorlatilag a kórházból jött ki mérkőzésre, úgyhogy voltak problémáink, és ezt éreztem is, nem volt meg az a lendületességünk, az a precíz játékunk kimondottan az első fél időben, amit szerettünk volna. De én azt kértem a lányoktól, hogy ez ma egy olyan nap, hogy mindegy, hogy de valahogy kirobotolva, kigürizve tegyünk meg mindent azért, hogy megnyerik a mérkőzést. Ezt megvalósították, azt gondolom, a lányok, és tényleg egy kiváló csapategység küzdelem jellemeztem a csapatot, és a második fél időben támadásban is tudtunk egy pár akcióban végre olyan megoldásokat előhúzni a meghatározó pillanatban, amik kulcsmomentumok voltak. Vártuk a 7-6-ot, érkezett is, nyilván tudtuk, hogy valamit oda kell adnunk. Úgy döntöttük, hogy egy picit a széleket ilyen szituációba odaadjuk jobban. Hát nyilván egy nehéz mérkőzés volt, talán a végjáték nekünk most jobban alakult, és jobban tudtuk kezelni ezt a helyzetet, de azt gondolom, hogy a Budaörs is jó kézzabdázott, és tényleg nagyon megnehezítette a dolgunkat, úgyhogy gratulálok nekik is, illetve a csapatomnak is, és köszönjük a nézőknek, a szurkolóknak a buzdítást. Köszönöm, megjelenik valami szerint, értékelj a mérkőzést. Én abszolút azt a meccset kaptam, amire vártam, mert tudtam, hogy egy nagyon nehéz meccs vár ránk. Én úgy éreztem, hogy talán ez lesz a szezonban az egyik legnehezebb meccsünk, amit le kell játszani. Az első fél időben én azt gondolom, hogy nagyon rosszul kezdtünk, kapkodtunk, idegesek voltunk elől is és hátul is. Nem volt meg az összhang a védők és a kapus között. Aztán a második fél időre én azt gondolom, hogy mindent sikerült rendezni. Feljavult a támadójátékunk, hogy a kapuba is jött néhány védés. És én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azok a dolgok, amik tavaly nem jöttek össze ezeken a meccseken, most sikerültek, illetve az, hogy az utolsó percig kapaszkodtunk egymás kezébe, és húztuk egymást előre, mindig volt valaki, aki egy kicsit tudta a csapatot segíteni, és ez nagyon nagy erőt tudott adni a későbbiekbe, úgyhogy én nagyon örülök ennek a két pontnak, és nagyon büszke vagyok a lányokra. Köszönöm.